stúdióban megérkeztek vitánk résztvevői, Nagy Attila Tibor, politikai elemző, szervusz, jó estét kívánok, Deák Dániel, 21. századi intézet vezető elemzője, szervusz. Tegnap fizetési felszólítást kapott Magyarország a 200 millió eurós bírságnak a jövő hét, tehát szeptember közepére szóló utolsó befizetési felszólítását, és mellé egy fenyegetést is, hogy amennyiben nem, akkor beszámítási eljárást indítanak, vagyis az uniós költségvetésből, esedékes kifizetésekből levonják ezt a pénzt. Kíváncsi vagyok a véleményet, szerintetek fogunk fizetni? Dani? Hát gyakorlatilag most arról van szó, ugye, hogy nem adják oda az uniós forrásoknak egy jelentős részét, és amiben már megállapodás született, hogy odaadják ezeket a forrásokat, most abból még levonnák ezeket a forrásokat, ezeket az összegeket, amiatt, mert ugye Magyarország nem hajlandó változtatni a bevándorlás politikáján. Tehát, hogyha az Európai Uniónak az a célja, hogy az EU-nak a megítélése Magyarországon tovább romoljon, akkor szerintem jó úton járnak. Attila? Van egy menekültügyről szóló 2020-as Európai Uniós Bírósági ítélet, és ezt a büntetést azért kapjuk, mert az Európai Unió Bíróság úgy ítélte meg, hogy nem hajtotta végre a magyar kormány a 2020-as bírósági ítéletet, amely arról szólt volna, hogy legyünk kedvesek a magyar joganyagot összhangba hozni az unió joganyagával, például a menekült kérelmek tisztességes elbírálására vonatkozó uniós irányelveket, és a bíróság úgy ítélte meg, hogy Magyarország ennek nem tett eleget, és miután a bírósági ítéletet azóta sem hajtotta végre a magyar kormány, ezért kaptuk ezt a büntetést. A büntetés mértéke valóban szokatlan, tehát ez a 200 millió euró. Fogunk fizetni, vagy nem? Na most, hogy fogunk-e fizetni? A kérdés annyiban érdektelen, hogy ha Magyarország nem fizet szeptember közepéig, akkor le fogják vonni a amúgy nekünk járó támogatásokból. Történik tragédia? Úgy se akarták odaadni ezeket a támogatásokat? Ez nem egészen így van, már nem akarok a műsorvezetővel vitatkozni, csak annyit hadd engedj meg nekem, hogy az Európai Uniós pénzek egyharmadát tavaly évvégén feloldotta az Európai Bizottság, illetve a tanács, tehát van mit veszíteni. Két dolgot mondanék, ugye itt olyan dolgokról van szó, hogy például a magyar kormány bevezette azt, hogy ne úgy nézzen ki, hogy a menekültügyi rendszer, hogy bejönnek-e a migránsok Magyarország területére, és akkor itt bírálják el ugye a menedékkérelmet, mert hát ugye ezt látod Nyugat-Európában, hogy ez a rendszer ugye működésképtelen, mert mi történt Németországban, hát ugye most a különféle késerős eseteknél nagyon jól látszik, hogy mennyire nem működik, amikor különféle terrortámadások vannak. Ugye most is egy olyan terrorista követte el ezt a merényletet, aki egyébként nem kapott menekült státuszt Németországban, csak hát ugye szélnek eresztették őket, az országban szabadon mászkáltak, senki nem tudta ellenőrizni, hogy most ez a bevándorló rendelkezik-e papírokkal, vagy nem rendelkezik papírokkal, majd van egy fesztivál egy kisvárosban, Németországban, és ott van a késerős eset. Ezt került el a magyar kormány azzal, hogy például a magyar határhoz közel lévő, mondjuk szerbiai nagykövetséghez mehet el a bevándorló, hát vagy menekült Belgrádba, ugye, benyújthatja a menedékkérelmét, és akkor szépen elbírálják, és akkor léphet be Magyarország területére, hogyha megkapta ugye a menekült státuszt. Tehát ugye ez az a rendszer, amit Magyarország kiépített, és ebből nem akar engedni, tanulva egyébként sok nyugat-európai országnak a negatív példájából. A másik pedig az, hogy az összeg levonása kerül vagy sem. Ugye nagy összeg egy átlag embernek, hát számunkra ez hatalmas összeg, de azért egy költségvetéshez képest, tehát egy országnak a költségvetéséhez képest, vagy az az összeghez képest. Azért ott van egy napi 1 millió euró. Van, csak hogy az összeghez képest, amit mondjuk Magyarország kap, ugye mondjuk uniós források, annál abban azért kicsit kistétenek számít. De én mégis azt mondom, tehát teljesen világos, hogy nem akarják azt a pénzt odaadni, hát akkor nem mindegy, hogy miért nem adják oda? Ez egyébként nem teljesen így van, bocsánat megint, de kénytelen vagyok egy picit megint kiigazítani. Éppen a magyar kormány egyik minisztere mondta el, Bóka János, hogy, vagy valaki más, hogy már 500 milliárd forintnyi uniós pénzt a feloldott részből, illetve a helyreállítási alap egy bizonyos előlegéből Magyarország már megkapott, tehát ne egyszerűsítsük le, hogy nem kapunk semmit. Az igaz viszont, hogy a kohéziós pénzek, illetve az RRF kétharmada továbbra is blokkolva van. Egyébként a németországi késeléshez annyit azért, hogy ott volt egy olyan probléma, hogy a német hatóságok tudták, hogy Bulgáriába kell visszaküldeni azt a merénylőt,
csak hogy elrejtőzött a hatóságok szeme elől. Viszont az Unió, ettől függetlenül az Unió bírósága elvárta volna Magyarországtól, ennyiben igaza van Daninak, hogy itt a helyben Magyarország területén belül bíráljuk el a menekültügyi kérelmeket, és nem a nagykövetség. Csak ezzel mondtam, hogy a nézők értsék, hogy a bíróság ítélt, nem, tehát fordítsuk le magyarra, azt akarja az Európai Unió bírósága, hogy engedjük be Magyarország területére azokat a bevándorlókat, akik mondjuk menekültnek nevezik magukat, és akkor itt Magyarország területén bírálják el a menekült kérelmüket. Ugye láttuk, hogy ez nem működik, tehát okay. Szerintem az Európai Unió... Ez van az uniós jogban. Igen, hát ugye ezért van a vita a Magyarország és az Európai Unió között most már 10 éve, mert látjuk, hogy az a uniós jogrendszer, az a menekültügyi struktúra, ami kiépült az elmúlt időszakban, az ilyen tömeges bevándorlásnak az esetére egyszerűen működésképtelen. Igen, tehát ez arra találták ugye van egy olyan probléma, hogy... Csak ez arra találták ki, hogy 100-néhány ezer bevándorló vagy menekült jön mondjuk egyes országok határaihoz, de nem arra találták ki, hogy 10 000-vel vagy 100 000-vel érkeznek emberek, mert egyszerűen az országoknak az infrastruktúra ezt nem bírja. 26-tól életbe lép egy új menekültügyi paktum. Viszont az Unió azt mondja, hogy tessék betartani az uniós jogot, ha már egyszer Magyarország az Európai Unió tagja, és ráadásul az Európai Unió bíróságának a határozata, ítélete jogerős, nem fellebbezhető, mint ahogy a büntetés sem. Legfeljebb abban lehet némi mozgástér, hogy mondjuk részletre fizessünk, vagy esetleg olyan joganyagváltozást nyújtsunk be az Európai Bizottságnak, hogy az Európai Bizottság eltekintsen a további büntetéstől. Ha már itt kétszer is kiigazított engem, akkor viszont magyarra segíts már nekem megmagyarázni, miért jobb az Brüsszelnek, hogy a határ magyar oldalán bírálják el a menekült kérelmeket, miután már benn vannak az uniós területen belül, mint hogyha Belgrádban. Miért jobb ez? Ugye még nem lépett hatályba az új menekültügyi paktum, amelynek egy kicsit más a szemlélete. Nem az, hogy jó, hanem hát ezt írták elő a különböző irányelvek a menekültügyi kapcsán. Tehát szerinted se jó, tehát szerinted is rossz ez. Nekem egyébként van kritikám az unió menekültügyi, meg németországi menekültügyi politikájával kapcsolatban. Szerintem hiba volt ennyi menedékkérőt beengedni, különösen 2015-ben volt elhibázott, de ha valaki megnézi a hatályos uniós menekültügyi irányelveket, akkor kétségtelen azokból le lehet vonni azt, hogy Magyarországnak a saját területén kellett volna elbírálni ezeket a kérelmeket. Én nem mondom, hogy ez jó, eleve a biztatást sem tartom helyesnek, amit Merkel csinált 2015-ben. A belgrádi magyar nagykövetség ugyanúgy magyar terület. Mi a gond vele? Én meglátásom szerint ez egy teljesen jó rendszer, tehát erről volt Magyarországon népszavazás ebben a kérdésben, több választásnak ez volt az egyik fontos témája. Megnézzük a felméréseket, közvéleménykutatásokat, akkor azt látjuk, hogy párpolitikai hovatartozástól függetlenül egyébként ebben a kérdésben egyetértenek a magyar kormánnyal, tehát nem véletlenül tűnnek fel ugye új ellenzéki szereplő, gondolok itt Magyar Péterre, bevándorlásügyben nem is meri kritizálni szinte a magyar kormányt, mert tudja nagyon jó, hogy ebben még a saját szavazói is egyetértenek a magyar kormánnyal, tehát látszik, hogy Magyarországon ebben politikai egység van ebben a kérdésben, ezért sem tartom én azt reálisnak, hogy a magyar kormány ezt az összeget befizesse, én is arra számítok, hogy ha az Európai Bizottság le akarja vonni, akkor le fogja vonni, azt nem tudja Magyarország megakadályozni, de összességében még egyszer hangsúlyozom, hogy az uniós forráshoz képest ez az összeg azért nem olyan nagy összeg. Mi a véleményetek a buszos megoldáshoz, amiről Gulyás Gergely beszélt a kormányinfón, hogy akkor a határon buszokat biztosítanak, és egy one-way tikettel, egy egyirányú jeggyel Brüsszelbe elviszik őket. Hogyha ennyire szükség van Brüsszelben további illegális határátlépőkre, tessék. Nekem a gyakorlati megvalósítással van egy kis gondom. Mi van, hogyha az osztrákok lezárják a határt a buszok elől? Mi van, ha nem? És mi van, ha igen? Tehát láttuk már akár Németország, akár Ausztria példáján, hogy amikor megnövekedett a nyomás a bevándorlók részéről a határoknál, akkor bizony bevezették, visszaállították az ellenőrzést, és egyébként egy bizonyos ideig a Schengeni kódex meg is engedi a határőrizeti szerveknek, hogy ideiglenesen lezárják a határt. Tehát én attól tartok, hogyha a magyar kormány ezt megteszi, hogy úgymond Brüsszelbe egy jegyet vesz a migránsoknak, akkor itt fel fognak tolódni majd az osztrák-magyar határon. Akkor én továbbra se értem. Tehát a megnövekedett nyomásról tekintette Magyarország lezárta a határait Szerbia felé, az rossz lezárás, ha Ausztria lezárja, az jó lezárás. Az Európai Unió bírósági ítélet egyébként nem arról, nem a 2015-ös
határkerítésről szólt. Mindenesetre látjuk ezt az abszurditást, tehát mindenki tudja, hogy ez a szabályozás nem jó, mégis ehhez ragaszkodnak, és ezért büntetik Magyarországot, mert ezt a rossz szabályozást egyébként racionalizálja és észszerűsíti, tehát gyakorlatilag itt egy észszerűsítésről van szó. Hát hatályban van alkalmazni. Gulyás Gergelynek ez a odaszólása szerintem egy fricska volt, mert érdekes volt nézni egyébként a brüsszeli baloldali polgármesternek a reakcióját, aki hirtelen ugye azt mondta, hogy hát azért ezt nem nagyon szeretnék, tehát azért a befogadás és az elfogadás az addig tart, ameddig ugye szavak szintjén kell ezt kommunikálni, de amikor gyakorlatilag, hogyha megjelenne megint több ezer vagy több tízezer bevándorló mondjuk Brüsszelnek a határainál, akkor szerintem rögtön életbe léptetnék azt a szigorú szabályozást, amit mondjuk Magyarország követ, és ami miatt ugye büntetik Magyarországot. Ti nagyon, mielőtt itt elmondom a nézőknek, hogy mielőtt kezdődött az adás, lelkesen fényképezett mindenki a mobiltelefonjával, majd mindenki eltette a mobiltelefonját, ugyanúgy, ahogy tegnap óta 1,5 millió magyar diák is eltette. Mi a baj a Gyurcsány Ferencnek ezzel? Miért hergeli a diákokat arra, hogy lázadjanak, Attila? Hát be akar kerülni a hírekbe, és ez sikerült is neki, mint ahogy Kocsis Máté Fidesz akcióvezetőnek meg sikerült egy ügyes odaszúrást tenni a Gyurcsány Ferenc Facebook oldala alá. Tehát, mondjuk el, hogy tehát Gyurcsány Ferenc azt mondta, ha ő diák lenne, lázadna, Kocsis Máté pedig azt mondta, ha ő Gyurcsány lenne, Akkor meg Gyurcsány szemkilövetést, szemet lövet neki. Igen, tehát ez jó poén volt, illetve jó ellenpoén volt. Ugye van egy kis félreértés az iskolai mobiltelefon használat körül. Itt a kormányrendelet, illetve a mögöttes törvény nem teljes tiltásról rendelkezik, hanem korlátozásról. Az, hogy ez a korlátozás észszerű, lehet vitatni, vannak erről viták. Én jobban örültem volna, hogyha a kormányrendeletet egy több hónapos társadalmi vita előzi, meg ehhez képest még egy hónapot sem adtak a vitárosra. Amennyire én tudom, gyakorlatilag a gyakorlatot foglalták törvénybe. Igen, tehát ugye arról van szó, hogy azért nagyon sok iskola ezt már alkalmazta, tehát pont Maruzsa államtitkár úr beszélt erről, nagyjából az iskoláknak a 20%-a, ilyesmit mondott, már alkalmazta a gyakorlatban egyébként ezt a dolgot. Nagyon sok kutatás, felmérés mutatja, hogy főleg 10-14 éves kor alatt az aktív mobil használat nagyon káros, nagyon rosszat tesz a fiataloknak, nagyon sok mentális betegséget okoz, és nem arról van szó, hogy Magyarország most nem tudom, a világon először vezeti ezt be, tehát az Egyesült Államoktól kezdve, Belgiumon át, Hollandián keresztül, Németországig, tényleg Olaszország, rengeteg országot fel lehet sorolni, Nyugat-Európában is, ahol alkalmazzák a gyakorlatban ezt a dolgot, tehát nem olyan dologról van szó, amit ki kéne próbálni. Most néztem a kritikákat, arról van szó, olyanokat tudtak bedobni, hogy akkor most, hogyha nem tudom, elrakják a mobiltelefont, és lesz valami baj, akkor ki lesz ezért a felelős, tehát ilyen dolgok vannak. Én is elárulok egy dolgot, amikor a munkájunkön van megbeszélés, mi is lerakjuk a telefont, mert tudjuk nagyon jó, hogy nem tudunk egyszerűen egy órát úgy figyelni, hogy fontosan rezeg a telefon, hívnak, tehát ez sajnos az élethez hozzátartozik, és jót tesz az embernek egyébként, ezt mindenki próbálja ki, hogy egy-két órára elrakja ezt a telefont, sokkal tisztábbak lesznek a gondolatai. Én szülőként azt mondom, minden perc, amit telefon nélkül töltenek a gyerekeim, az ajándék. Ez az én véleményem, vagy a mi véleményünk otthon. Na de a Gyurcsányt, továbbra sem értem a Gyurcsányt, hiszen nézőpont felmérése szerint a magyar szülők 84%-a tökéletesen 100%-ban egyetért azzal, hogy korlátozni kell a mobil használatot. Na most akkor Gyurcsány Ferenc a Karbidra még, hogy mondjam, rájönt egy pohár vizet is, hogy fölhabozzon. Hát azért én kíváncsiben lennék más intézetek felmérésére is ebben a témában. Nekem ez nagyon-nagyon soknak tűnik, de jó, tegyük fel, hogy a szülők többsége ezzel így van vele, és komoly érvek is vannak egyébként amellett, hogy a iskolai mobiltelefonokat korlátozzák. Azt én se tartom helyesnek, hogyha a diákok a mobiltelefonozással zavarják az órát, mert akkor nem lehet tanulni. Rendesen, persze, csak azt mondom, hogy azért miután azért éppen a Dani által is említett gyakorlati kérdés is felvetődött, és nem hiszem, hogy a legtöbb iskola eddig azzal töltötte akkor a reggelt, hogy hosszú perceken át sorba álltak a gyerekek, hogy leadják a telefontán, illet volna ezt azért egy kicsit alaposabban megvitatni, de ha már így alakult,
Hát ez így alakult, Gyurcsány most próbál népszerűséget csiholni magának. Igen, ez egy össztársadalmi támogatottságot évező kérdés, tehát láttam a tiltakozást, nem voltak sokan, amikor erről szólt. Én azt tudom, hogy a Szent Margit iskolában, ahol mi gyerekeink járnak, mindenkinek van saját zárható szekrény, és ügyesen beteszik a telefonokat. Nagy Attila Tibornak, Deák Dánielnek. Köszönöm, hogy itt voltatok.